Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Sok minden elhangzott ma már itt. Nyilván mindenki szólt az elmúlt napról, az európai és az önkormányzati választásokról. Valóban tegnap, június 9-én Magyarország és Európa választott. A magyarok, a magyar választópolgárok 58%-a részt vett a választásokon. És nyugodtan mondhatjuk és állíthatjuk az eredmények alapján, hogy az európai parlamenti választásokat és az önkormányzati választásokat a Fidesz-KDNP nyerte meg. Jó, hogyha ezt rögzítjük. Szeretném is megköszönni azoknak az embereknek, akik elmentek választani, minden magyar választópolgárnak, hogy részt vettek, rászánták az időt, és egy sorsdöntő kérdésben behúzták az X-et. Köszönjük szépen azoknak az aktivistáknak, azoknak a segítőknek, akik egyébként a Fidesz-KDNP munkáját támogatták, a jelöltjeinket támogatták. Szerintem fantasztikus munkát végeztek, úgyhogy többek között a sikernek ez volt az alapja és a záloga. Tisztelt képviselőtársaim, csak emlékeztetnék arra, hogy 2014-ben az európai parlamenti választásokon 28,9%-os részvétel volt. 2019-ben 43,58%-os részvétele volt, most több mint 58%-os támogatottság részvétel volt a választásokon. 58,47% pontosan. Az önkormányzati választásokon pedig 2014-ben 44%-a vett részt a választópolgároknak, 2019-ben 48%-a, ezt haladtuk meg most 10%-kal, tehát 58%-a a választópolgárok ment el és vett részt a választásokon. Ez a demokráciánknak is a sikere és eredményessége. Rekord magas részvételi arány volt. Nem csoda, hiszen ennek a választásnak óriási tétje volt. Többször elmondtuk, háború vagy béke kérdése. A magyar választók úgy ítélték meg, hogy a béke pártjára állnak, és támogatják a Fidesz-KDNP jelöltjeit minden fronton és minden fórumon. Több mint 2 millió ember szavazott a Fidesz-KDNP jelöltjeire, adott esetben nyilván a békére. Meg kell jegyeznünk, hogy nyilván változásokat látunk, hiszen minden választáshoz némelyemű átalakulást, változást. Többek között látjuk azt, hogy a baloldalon milyen súlyos problémák vannak. Ez szerintem, ha tanácsot adhatok, bár nem áll szándékomban különösebben segíteni őket, de az biztos, hogy önvizsgálatra mindenképpen okot kell, hogy szolgáltasson. Látjuk azt, hogy a Momentum vezetője a mai nap folyamán benyújtotta lemondását, Donát Anna személyében, tehát nagyon vigyázni kell a pártot alapító szervezetekkel és a névadással is, hiszen a Momentum az ugye no man est omen, egy pillanat pártja, egy tovatúlnő pillanatnak tűnik a Momentum. Hát valóban így büntetik a választópolgárok azokat, akik egyébként Brüsszelben és máshol a hazájuk ellen dolgoznak. Tisztelt képviselőtársaim, valóban 2,5 éve tart a háború, ez a szörnyű testvérháború, és mindig emlékeztetek arra, hogy főleg egy európai parlamenti választás során okunk van számon kérni az Uniót abban, hogy mit tettek azért, hogy béke legyen végre az ukrán fronton. Hát nem sokat, sajnos. Bizony-bizony emlékeztetnünk kell a brüsszeli vezetőket, hogy 2012-ben Nobel békedíjat kapott az Európai Unió, mert igyekezett megőrizni Európa békét és biztonságát. Na most ettől már nagyon távol vagyunk, és jó lenne, hogyha tényleg ez a fordulat, ez a változás, ez az európai parlamenti választás minél több olyan politikus juttatna döntéshozó helyzetbe, akik egyébként a tűzszünetet és a béketárgyalásokat forszíroznák, és béketervekkel állnának elő. Hiszen abba kell hagynia ezt az értelmetlen öldöklést. Tisztelt képviselőtársaim, szerintem hibát követel az, aki nem tanul a történelmből. Szerintem az, hogy több NATO tagország vezetője is súlyos és káros kijelentéseket tesz, a háború eszkalációnak veszélyét jelenti. Ez a lenni vagy nem lenni kérdéskört veti föl mindannyiunk számára, tehát jó lenne a józanság, jó lenne a bölcsesség ebben a mai helyzetben. Én bízom benne, hogy minél több olyan politikus került most ki Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe, hogy a józanság, a normalitás, a béke iránti vágy kerekedik felül. A magyar parlamenti képviselőink, a Fidesz-KDNP jelöltjei ezt fogják szolgálni az európai parlamenti munkájuk során is.
és valóban utalt államtitkár arra, hogy Európa számos országában erős jobboldali fordulat következett be. Bízunk benne, hogy ez elhozza mielőbb a békét mindannyiunk számára. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.